Aláírta Petro Poroshenko ukrán elnök az új oktatási törvényt, amelyet szeptember 5-én fogadott el a Kijevi Parlament. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint az államfő a jogszabály aláírásakor hangsúlyozta, a törvény lehetőséget teremt az oktatási rendszer mélyreható és átfogó megreformálására, emeli ezáltal az oktatás színvonalát és a fiatalok versenyképességét a munkaerőpiacon. Kiemelte továbbá annak fontosságát, hogy a törvény megnöveli az ukrán, mint államnyelv szerepét az oktatásban. A jogszabályt már a parlamenti elfogadás után bírálta Románia és Magyarország, azt nehezményezve, hogy sérti az ukrajnában élő kisebbségek jogait. A törvény ugyanis kimondja, hogy Ukrajnában az oktatás nyelve az államnyelv, a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása pedig csak az első négy osztályban engedélyezett.